Szép jó napot mindenkinek! Ma bemutatom, hogy készül a pesztós spagetti. Ehhez első körben 40 deka a spagetti tésztát forrásban lévő, enyhén sózott vízben kifőzünk. A spagetti már benne, ugye nem kell eltörni értelemszerűen, aki szeretné, persze eltörheti. Teszünk hozzá egy kis kanál, meg tegyünk hozzá még egy kis kanál. Így, tehát kb. Két kis kanál sóval ízesítem, és a tészta itt teljesen magától, ahogy ugye alul elkezd lágyulni, szépen bele fog majd menni így a fazékba, tehát azért nem kell eltörni. És innentől kezdve ez egy pár perc főzést igényel, pontosan annyi időt, amennyi idő alatt elkészítjük hozzá a pesztót. A pesto az olaszoknak egy kedvelt ilyen öntete, nem mondanám mártásnak, inkább maradjunk annyiban, hogy ez egy öntet. Eredetileg fenyőmaggal készül, de tökéletesen üzemel földi mogyoróval is. Én most földi mogyorót választottam hozzá, mégpedig sózatlan változatot, bár egyébként lehet sózott is, hisz majd ezt az öntetet sózni kell, és ahhoz, hogy teljesen precízen együtt tudjunk dolgozni, én kimértem 8 deka mogyorót, és mindjárt mondom, hogy mik kerülnek hozzá. Először is kerül hozzá bazsalikom levél, amit lecsipkedtem a száráról, és csak azért vágom össze egy kicsit, hogy majd a merülő mixer, amivel pürésítem, gyorsabban, könnyebben vigye. Úgyhogy inkább csak így átnagyolom, és mindjárt mondom, hogy ez a bazsalikom mennyiség, ez testvérek között is 2 deka összesen, azért megtévesztem, hogy a jó soknak tűnik, és 2 deka. Ehhez a mennyiséghez ugyancsak dobok ide a mixerbe 3-4 gerezd, ez most éppen 4 gerezd fokhagymát, amit csak azért szeretelek föl szintén, hogy a mixer könnyebben boldoguljon vele. Tehát 4 gerezd fokhagyma, és parmezán sajtból már reszeltem le, de a parmezánt ezt egy picit később fogjuk hozzáadni, mindjárt természetesen kimérjük azt is, hogy mennyit, de első körben ezt pürésítjük, ami itt van benne a mixerben. Tegyünk hozzá olajat. Ugye az olaszok előszeretettel használják az extra szűz olívaolajat, aminek jellegzetes íze van. Aki ezt nem szereti, az használja felesbe, vagy használjon normál napraforgó olajat. Én azt választom, hogy teszek bele nagyjából 2/3 olívaolajat, és a maradékot kiegészítem sima olajjal, és ez így most nekem 1 deci olaj, ezt így már rá is öntöm, az majd kiderül hamarosan, hogy ez elegendő lesz-e vagy sem, és már is elkezdem mixelni. Jó, nem kell tökéletesen pépesre keverni, tehát az, ha egy picit darabos marad, az nem tesz neki rosszat. Lehet látni, hogy ezt az 1 deci olajat, ezt ő simán megitta, úgyhogy tegyünk hozzá még 1,5 deci olajat. Így. És ehhez az olajhoz tegyünk hozzá, most meg fogom mérni, hogy egész pontosan mennyi reszelt parmezánt, csak azért, hogy ugye egyformán sikerüljön majd mindannyiunknak ez a recept. Közben a tésztát egy picit lejjebb veszem, csak azért, mert nem kell már lobogva fornia, de láthatóan mindjárt elkészül. Na nézzük akkor. Tehát mehet hozzá a parmezán. Ez eddig 3 deka, 4 deka. Szerintem ez a 4 deka parmezán, ez tökéletesen elegendő. Megint mixelünk egy kicsit, és mindjárt megnézzük, hogy az olaj az elége hozzá, vagy kell-e még bele, de nagy valószínűsége kelleni fog. Maga a mártás alap, az teljesen jó így, annyi kiegészítéssel, hogy tegyünk bele egy fél kis kanál sót, így, és hogy ennek valóban egy ilyen olajos, pesztós állaga legyen, legfeljebb nem használjuk el majd az egészet, de simán tegyünk még hozzá 1 deci olajat. Így.
Ugye a pesto az egy ilyen folyékony, fűszeres öntett tulajdonképpen. Jó, most tökéletes az állaga, azt majd meglátjuk, hogy valóban mindet elhasználjuk-e, vagy tegyünk-e belőle félre. Hűtőszekrényben ez egyébként jó sokáig eláll, főleg úgy, hogyha a tetejére öntünk egy pici olajat, és ezzel szigeteljük, ugye elzárjuk a levegő útját. Nézzük csak. Jó, én ezt most csak leszűröm, és ez azon ritka esetek egyik, amikor nem kell a tésztát lemosni. Leszűröm, visszateszem a fazékba, hozzáadom a pesztót, szerintem az összeset föl fogja venni, hisz azért akkor jó egy tészta, hogyha nem száraz, hanem van rajta rendesen mártás. Összekeverem, tálalom, és reszelt parmezánnal meg fogom hinteni a tetejét. Összesen ennyi, ilyen egyszerű elkészíteni ezt a pesztó spagettit. Jó étvágyat mindenkinek! Köszönöm!